A mentők híreivel folytatjuk a hátteret. A stúdió vendége a mentőállomás vezetője, Horváth László. Köszöntöm és köszönöm szépen, hogy eljött. Üdvözlöm, én is köszönöm szépen. Hát kezdjük a balesetekkel. Sajnos van miről beszélni. Igen, a múlt hónap azért gyártott nekünk sok-sok balesetet, több könnyebbet, de voltak sajnos tragikus kimenetelűek is. Volt 4 tragikus, vagyis hát 3 halálos és 1 életveszélyes súlyos sérüléssel járó baleset. Konkrétan ezek? Körös-Tetitlen és Jászkara Jenő között volt egy személygépkocsi, a fának csapódott. Ő sajnos a helyszínen életét vesztette, már a kollégáink nem tudtak rajta segíteni. Ezt követően a Csemő, Mizsei út és Pesti út keresztődésben volt egy személygépkocsi és egy motoros kerékpár. Ő is sajnos a helyszínen életét vesztette, nem tudtunk rajta segíteni. Ő nagyon súlyos sérüléseket szenvedett. Hát 2 hete talán volt egy Cegléd és Nyársapát között egy vonat gázoltunk. Hát ők azért általában sajnos halállal végződik ez a kimenetel. És volt a Budai úton egy utoléréses baleset, ami sajnos életveszélyes állapotokkal került a gépkocsi vezetője, szónoki trauma osztályra. Mi lehet az oka annak, hogy most ennyi súlyos balesetet és tragikus kimenetelűt kell említenünk? Ennyit azért nem? Igen, ennyi nem szokott lenni. Én úgy gondolom, hogy most ez a körültekintés, a figyelmetlenség okozta ezeket a baleseteket. És ezen túlmenően milyen balesetekhez kellett még vonulniuk, hiszen ezen túlmenően is voltak? Igen, Cegléd belterületén volt Kossuth-Ferenc utas pár előtt, egy autó elsodort egy hölgyet, lába sérült, tehát ilyen könnyebb sérülésekkel megúszta. Abonyban voltunk, ugyancsak egy személyautó nem adta meg az elsőbséget kerékpárosnak, hát hál' Istennek ő is könnyű sérülésekkel megúszta, és én úgy tudom, hogy nem is történt kórházba szállítás. Hát ezen kívül még több apróbb elsodrások, balesetek voltak. Vezessünk óvatosan és figyeljünk. Fontos, alapvető. Más újraélesztés világnapja, október 16-a. Mondok néhány adatot, hogyha megengedi. A mentőknek 2022-ben 745 embert sikerült utcán, közterületen újra éleszteniük. Itt feltételezem, hogy fontos a járókelőknek a lélek jelenléte és a segítsége, mielőtt akár kérne a mentő oda a helyszínre. És akkor még egy szám, 2144 megkezdett újraélesztés volt tavaly, ebből ez a 745, ez több mint 30%-os sikerarány. Ez nemzetközi összehasonlításban is magas érték. Minek köszönhető ez? Önöknek is? A járókelőknek is, az időben elkezdett segítségnek? Igen, a legfontosabb az időben megkezdett reanimáció, az időben megkezdett mellkas kompresszió, ugye ez nagyban befolyásolja a kimenetelét. Ugye ahol vannak kihelyezett defibrillátorok, ugye az még a nagyon fontos, hogy a korai defibrillálás és a mellkas kompressziók ezek azért nagyjából egy időben legyenek. Én úgy gondolom, hogy igen, érdekli az embereket, és most már oda mernek menni a bajba jutottakhoz. Ugye mi úgy látjuk, hogy az a nagyobb baj ebben, hogy nem mernek oda menni az emberek. Tehát ha valaki bajba esik, akkor nem mernek oda menni. A csordaszellem megvan, körbeállják, de senki nem meri ezt felvállalni, hogy ő segítséget nyújtson. A Ceglédi mentőállomás működésében, munkájában mennyire sűrűn fordul elő ez a fajta eset, az újraélesztés? Újraélesztés? Sajnos azt mondhatom, hogy naponta. Tehát, hogy szinte napi jellegű, igen, az újraélesztés. Ez régóta elmondható már? Igen. Én azt mondom, igen, ez egy elég régóta görgetett dolog magunk előtt. Egy kicsit váltsunk szót a csapatról, a ceglédiekről, és akkor ismét lesz itt is adat. Az idén már 5. alkalommal odaítélt családbarát minősítés után az Országos Mentőszolgálat nyerte el az év felelős foglalkoztatója díjat is a közszféra kategóriában. Az OMS egyébként mintegy 8500 főt foglalkoztat. Egy magyar munkavállaló átlagosan egy munkahelyen 8,5 évet tölt. Az OMS esetében ez a szám meghaladja 13 évet. Hogy áll ebből a szempontból Cegléd?
Hát a mi kollektívánk egy nagyon jó, nagyon fiatalos csapat. Közel 60-an dolgozunk. Nyilván vannak generációs különbség életkorban, de én úgy gondolom, hogy mindenki tud mindenkihez illeszkedni. Ez egy nagy család. Azt is mondhatnám, hogy második családunk. Szinte többet vagyunk egymással, mint a családban bent. Úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon jó kollektív, hogy Cegléden. Fiatalos csapat, nagyon jól képzett mindenki. És összetartó és relatíve állandó csapatról lehet. Igen, itt ami a többi mentőállomásokhoz, főleg Budapest az azért jellemző, hogy ott azért nagy az elvándorlás, itt Cegléden azért itt nem mondható. Teljes a létszám? Teljes. Igen. Tehát akkor ez is egy jó hír. Ez egy fix, teljes létszám, igen. Teljes létszám a működő, nincs akkor szabad állás. Nincsen. Végül megenged egy személyes kérdést? Igen. Elárulta nekünk itt a legutóbbi beszélgetésünk alkalmával, hogy a Sotén a főiskolán utolsó éves mentőtiszt hallgató. Hol tart most? Hát mondjuk úgy, hogy fél időnél. Az utolsó évnek a fél idejénél? Az utolsó vizsgák fél idejénél. Hát a fele megvan. A fele sikeres, még van kettő hátra. Akkor ez jövőre lesz zsebben, ha minden igaz. Így van, igen. Horváth László, köszönöm szépen, hogy nálunk el. Köszönöm szépen. Kedves nézők, ez volt már a háttér. Műsorunkat sporttal folytatjuk.